9 napos rendezvény sorozattal ünnepli Szabadka a városnapját. A Pro-Urbe díjat idén Tolnai Ottó kapja. Ez alkalomból az író-költő munkásságát bemutató irodalmi est lesz a Szabadkai Városi Könyvtárban hétfőn 18 órától. Pripremili smo jednu izložbu, veoma, veoma atraktivnu, razbor. A osim toga biće izloženo i 25 puta 4, odnosno ukupno 100 autoportreta i kineskih minijatura, kao i knjige Ota Tolneja. Pored autora, gosti večeri Sveže Bečanji, Boško Krstić. Az esti koncertek fellépői között szerepel a Perpetuum Mobile, akiket 27-én szombaton este láthatunk a Korvin utcában. A Szabadság téren szerdán hallhatjuk a Szabadkai Filharmónia hangversenyét, csütörtökön pedig Wolf Kati koncertjét, amelyet Zsejko Jakszimovics fellépése követ. Szintén szerdán adja elő Lengyel Gábor is a Retro Party Band a Zöldhajú Lány magyar, szerb és angol nyelvű rockoperát, amelyet először 30 éve mutattak be. Hat ütős számmal fogjuk megemlékezni erre az egész rockoperára, az Zöldhajúra, azzal, hogy még mellette lesz egy videóbimben bemutatva valamikori rockopera eredeti formában. A városnapi sportprogramok között amerikai futball és gokart bemutató, nemzetközi kerékpárverseny, valamint labdarúgó mérkőzés is szerepel.